Az azonnali eljött a kolozsvári Magyar Napokra, ahol Gulyás Gergely tartott előadást a nemzeti sorskérdésekről. Sikerült elkapnunk a minisztert egy rövid interjúra az előadás után, ahol azt is megkérdeztük tőle, hogy van-e olyan jó miniszter, mint Lázár János. Nemrégiben Romániában szétvertek egy kormányellenes tüntetést. Ön erről, mint aki 2006-ban igen hangsúlyosan felszólalt a magyar jogsértésekkel, mit gondol? Miután híreket olvastam, és nem láttam képeket, azért csak azt az alapelvet tudom rögzíteni, hogy a gyülekezéshez való alkotmányos alapjog az mindenkit megillet, és megvannak azok a törvényi szabályok, amikor a rendőrség erőszakot alkalmazhat. Ez csak a erőszak elhárításáig terjedhet, indokolt, arányos lehet. Ha ennek megfelel egy rendőri fellépés, akkor van rendben, ha nem, akkor nem. A gyülekezés alkotmányos alapjoga az védett. Tehát akkor például nem is érkeztek, hogy mondjam, panaszok a magyar kormányhoz, akár határon túliaktól, akik érintettek ebben? Hozzám semmilyen panasz nem érkezett. A kormány az alaptörvény módosítására készül. Ezt mennyire éli meg esetleg személyes kudarcként, hiszen ön volt az, aki a mostani alaptörvény kidolgozásában hatalmas szerepet vállalt korábban? Hát egyenlőre még nem látszanak az alaptörvénymódosítás kontúrjai, de azt szerintem indokolt, hogyha eltelt az elfogadás óta 7-8 év, akkor nézzük meg, hogy mi az, ami jól működik és kiállt az idők próbáját. Szerintem nagyon nagy része az alaptörvénynek ilyen, és miután minden emberi alkotás tökéletlen, ezért van-e, ahol még javítani lehet. Nem várok, vagy nem számítok arra, hogy nagyon nagy mértékű módosítás lenne, de természetesen minden javaslatot érdemes megvitatni. Szerintem általánosságban önmagában egy alaptörvényt az, hogy hányszor módosítják olyan nagy mértékben nem minősít, hiszen ha belegondolunk, akkor az amerikai alkotmányt 10 kiegészítéssel gazdagították 2 éven belül, aztán nem tekinthető egy rossz jogi alkotásnak. De hát akkor nem csorbul a Gráni szilárdság? Nem, hát egy, mondom, emberi alkotás soha nem tökéletes. Szerintem jó, hozzáteszem, én mindig is ezt mondtam az alkotmányozás időszakában is, hogy szerintem a 89-ben kialakult közjogi keretek jók, azok az alkotmányos intézmények, amelyek egy parlamentáris demokrácia keretei között létrejöttek, azok jól szolgálják az országot, hogyha bajok vannak, akkor az nem az intézményekből adódik. Szerintem ezt megerősítette, sőt, komoly társadalmi és politikai legitimációt biztosított az alaptörvény elfogadása azoknak az intézményeknek is, amelyek egyébként 89-90-ben a kerekasztalnál, majd pedig az első szabad választásokat követően az MDF-SZDSZ megállapodás részeként alkotmánymódosítás formájában létrejöttek. Miért fogadta el a miniszterséget, hiszen korábban tovább többször is tiltakozott ellene? Nem, soha nem tiltakoztam, csak azt mondtam, hogy nem akarok miniszter lenni. Akkor miért fogadta el? Mert a miniszterelnök felkért rá, és ami velem kapcsolatosan fölmerült, az mindig az igazsági miniszterség volt, és ahhoz valóban nem lett volna kedvem. A miniszterelnökséget vezető miniszter feladatköre azt hiszem sokkal érdekesebb. Itt van az Európai Unió, itt van a közigazgatás, itt van a budapesti és vidékfejlesztés, és egyébként is van azért egy koordinációs szerepe a miniszterelnökséget vezető miniszternek a kormányon belül. Úgyhogy úgy éreztem, hogy egy megtisztelő felkérést azt el kell fogadnom. Jobban csinálja, mint Lázár János csinálta? Szeretném olyan jól csinálni, mint ahogy Lázár János csinálta. Gondolta arra, hogy esetleg egyházi pályára lépjen, hogyha miniszterségének vége, hiszen úgy tűnik, hogy igen nagy sikert aratnak egyházi körökben az öntől vett idézetek. Az államnak azonban, hogy legyenek vállalt értékei, rendező elvei, alapvetései, amelyeket oltalmaz, amelyek mellett kiáll és amelyeket védelemben részesít, szüksége van ilyen alapelvekre. Teszi ezt az állam azért, mert ezt örökölt az ősöktől, mert ez biztosít megfelelő eligazodást a világban, és teszi azért, mert ez a megmaradás számukban. Ezt szintén a miniszter úrtól idézem, akkor az előterjesztésből is szinte válaszoltam volna is a kérdésre. Nem gondoltam erre, bár a családomban ügyvédek mellett még református lelkipásztorok vannak szép száma, illetve bátyám büntetőbíró, de nekem nagybátyám és dédanyapám is református lelkész volt. Ennek ellenére én nem gondoltam arra, hogy református lelkész vagyok, egész egyszerűen azért, mert kiskoromtól mindig ügyvéd szerettem volna lenni. Esetleg az európai parlamenti képviselő feladatok érdekelnék? Nem. Tehát nem tudom, hogy az emberi életben milyen változások következnek be, de amikor ez 2009-ben olyan formában felmerült, hogy Szájer József
nem azt mondom, hogy tízazásom ellenére, de mást ajánlottam magam helyett, de ő így is azt mondta, hogy szeretne az Európai Uniós listára feltenni, és nagyon kedvesen ott nem befutó, de egy elegáns helyet kaptam, azt hiszem a 66-ból 20. vagy 21. helyre tettek. Akkor mondtam neki, hogy de én semmilyen körülmények között nem akarok az Európai Parlamentben képviselő lenni, ügyvéd voltam akkor, és mondta, hogy ez nem befutó hely, és mondtam, hogy nekem akkor megyek az Európai Parlamentbe, hogyha már semmilyen illúzióm nem lesz a magyar politikával kapcsolatosan. Tehát abból fogják látni, hogy ez bekövetkezett, hogy pályázom az Európai Parlamenti képviselőségre, pillanatnyilag nem tartunk még itt.